Szeretettel és tisztelettel köszöntöm az Árpád Televízió nézőit, és külön szeretettel és tisztelettel köszöntöm az itt megjelent hallgatóságot. És a mai előadásunk címe Attila a bölcs király, melynek előadását Bíró József fogja tartani. Mielőtt átadnám a szót, meg kell emlékeznünk olyan eseményről, amely a mi szervezetünket érintette. Ez pedig nem más, mint az alelnökünknek a halála. Mai napon dr. Csebe László meghalt, és annyit tudunk róla pillanatilag, hogy holnap lesz a hatósági dolgoknak a rendezése. Azt kérném mindenkitől, aki a temetéssel kapcsolatosan részt kíván venni majd a temetésen, azok a telefonszámokat, illetve az elérhetőséget, legyenek olyan kedvesek egy tüzetfakra, vagy bármire ide letenni, hogyha megkapom az értesítést, hogy mikor lesz a temetés, hogy ki tudjam értesíteni azokat az embereket, akik részt kívánnak venni a temetésen. Nagyon szomorú tényleg ilyenről számokat. Meglepett engem is, mert nem tudtam miért, nem tudom elérni, hogy rendszeresen telefon kapcsolatban voltunk, mert mégis csak a helyettesen. Ezzel én átadnám a szót Bíró József úrnak, tartsa meg az előadását, de mielőtt átadnám a szót, szeretném önöknek fölhívni a figyelmüket arra, hogy a Bíró József munkái közül itt megkapható a Tabér Magyarok, a Sumérok tanítómesterei című könyvet meg lehet kapni, Körösi Csoma Sándor és a Tabérok című könyvet, a Tabér Magyarok őstörténete című könyvet. Hátul ott a város asztalnál, de a könyvek mind megkaphatók. Átadom a pont, kérdőjöttek volna, tartsanak a szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, ismét megköszönöm az elnökségnek, hogy megkérdezik a előadásra, és kérem, hogy a köszönöm szépen, éppen ezért akkor átvettem pillanatilag a szót. És azt kérem önök, egy perces néma felállással adódunk Csebe doktornak emlékére. Köszönöm szépen. Nagyon megörültem, amikor Frédi, az elnök úr arra kért, hogy a Attila előadásokat ismételjen meg, amit már a Széchenyi nagyteremben a Zsupolt házadék is mondtam el. Sajnálom, hogy nem vagyunk annyian, tehát a körülmények is mások. Mindjárt rá is tért előadásra, amelynek a címe Attila a bölcs király. Attila a hunok királya, a magyar múlt legkiemelkedőbb történelmi alakja. Tőle származik Árpád, bombiszaforgoló nagyfejedelmünk is. A hunok is őseink, rokonai, de 150 évig valótlan filóról eredett elméletet képettek a népünknek, az elnyomóink, meghamisítva, elhallgatva a történelmi igazságot. Ezért adózunk tisztelettel azoknak a tudósoknak, akik a valós
történelmünket kutatják, bizonyítják és tanítják. Bátran hangoztatják, hogy újra kell értékelnünk a magyar őstörténelmet. Például dr. Bakai Kornél és dr. Kiszad István egyetemen is tanítják és hirdetik a hun-magyar azonosságot. 2004 nyarán a Magyarok Világszövetsége egyhetes nagyszabású kongresszusára a világ minden tájáról összesereglő tudósok nyilvánították véleményüket számos tudomány terület eredményeiről, történészek, nyelvészek, genetikusok, orvosok, néprajzkutatók. Például dr. Aradi Éva indológus és dr. Sahi indiai professzor a hunokról megállapítják, hogy a Saka Skita népcsoportból származnak. Dr. Béres Jüri genológus kijelenti, hogy kutató csoportja semmi genetikai rokonságot sem tud megállapítani a finn és magyar népetnikon között. Még 1993 tavaszán írtam egy újságcikket az egyik amerikai magyar lapban, amely Magyarországon is megjelent, a finnovoluizmus bukásának előjelei címet. Akkor még nem gondoltam, hogy ez a téma mára már időszerűvé válik, és a hazai történészek, kutatók is nyíltan vallják, hogy a finnugor történelem szemlélet napjai leállt. A Magyar Tudományos Akadémia is sejti már, hogy szükséges a magyar őstörténelem újraértékelése és lépésről lépésre hátra. 2003. november 25-ében meghívást kaptam egy akadémiai előadásra, ahol már dr. Harmatta János nyelvész professzor, a rendező bejelentette, hogy a honfoglalás idején Árpád vezérlő fejedelemnek 20 000 főnyi lovassága volt, és a besenyőknek legfeljebb 5 000 fő. Így szó sem lehet arról, hogy a besenyők bekergették volna a magyarokat a Kárpát-medencébe. Azt is bejelentette, hogy szerinte a magyarok már az időszámításunk előtti 6. században megjelennek a történelemben Gyűrka néve. Nos, ez már nagy eltérés a finnugorista történelem szemlélettől, mert eddig azt állították, hogy a magyarok Ázsiából menekült nomád, barbár népség és az időszámításunk utáni 9. századi történelmük se volt. Dr. Róna Tas András, finnugorista történész pedig bejelentette ugyanezen a előadáson, hogy genetikai vizsgálatok alapján esetleg 10% genetikai kapcsolat van a finnek és a magyarok között. Eddig 100%-ot hirdettem. Dr. Béres Jüri kutató csoportja semmi genetikai kapcsolatot nem tud felmutatni a finnek és a magyarok között. Róna Tas András 2004. márciusában a Minden Tudás Egyetemi TV műsorában azt mondta, hogy Attila hunjai nem veszíthették el a katalóniai csatát, mert a következő évben már Róma falai előtt álltak Attila hadai. A finnugoristák eddig vesztesnek könyvelték el a hunokat, sőt még a hun-magyar rokonságot is tagadták. Ezen az előadáson azt is bejelentette, hogy a magyarok ősei időszámításunk kezdete táján 2000 évvel ezelőtt már nem csak nomádok voltak, hanem az erdőszéleken földműléssel is foglalkoztak. A szabír magyarok őstörténete és a szabír magyarok a szumirok tanítóval mesterei című könyveimben bizonyítom a magyarság őskutyát még az időszámításunk előtti 10. év ezred végétől Mezopotámiából, a felső és alsó Zab folyó völgyéből,
és a szabír magyarokra építem fel a szabír hunogor elemek elméleteket. Hangsúlyozom, hogy a hunok földművelő, állattenyésztő nép volt. Van egy Jós Ferenc professzor Kátától Istergámi című könyvéből idézett. Munkatársam dr. Novaki Elmér felvette a kapcsolatot az orosz nyelvtudományi kutatók egyik legkiválóbbjával, Gyakanov professzorral, és az ide vonatkozó adatokat az ő leveléből közölte. Tolstoy akadémikus vezetése alatt egy orosz régészeti expedíció 10 éven át ásatásokat végzett Belső-Ázsiában, a régi Kórezen területén fekvő homoksivatagokban. Tolstoy könyvében beszámol a meglepő eredményekről. A szumér nyelv és a szumér nyelv hangtörténet ismeretében megállapíthatom, hogy a Tolstoy expedíció nem csak a könyvében említett szuverán, vagyis szabér népet, hanem az ősi szumér népet is megtalálta, ez mind idézett gyakran a professzortól. Tehát tulajdonképpen a szavar, magyaros kiejtésre szabér és szumér emlékeket fedezett fel, szukor, szavar, egyenlő szumér szerintem idézőjel bezárva. Ezzel kapcsolatban egy újabb idézetet olvasott fel, ezúttal a Novatnyi Elemér szumír nyelv, magyar nyelv című könyvének 52. oldaláról. A kiváló szovjet-orosz kutató Szergej Pavlovics Tolstoy 10 éves régészeti expedíciója során a világ bámulatára az ősi kumaarizma, Kórezen a mai Nyugat-Turkesztán, novádok lakta területén magas kultúrát és öntözéses csatorna rendszereket fedezett fel. Szerinte az időszámításunk előtti 13. században délről és nyugatról nyilván az asszírok nyomására szavar kurita népesség érkezett a Szent Kangra, Kiengi, illetve Kuma-Arkizma területére. A szumérok jelenlétét itt igazolják a korabeli nép és királynevek, valamint a földrajzi és országnevek. Erre a jelentős körülményre Tolstoy akadémikusnak levél útján hívtak el a figyelmét 1967-ben. Tolstoy is ezt a népességet kettős eredetűnek nevezi, szavarokból váltak ki később a hunok, mint a nép jelentős népcsoportja, idézett bezárt. A hivatalos magyar történetírás a hunokat nem tekintette a magyar múlt részének az elmúlt másfél évszázadban, sem az osztrák elnyomatás alatt, még az 1867-es kiegyezés után sem, de a szovjet megszállás idején sem. Attilát és hunjait megvégezték, főleg görög-római és a későbbi nyugati történetíró munkái alapján barbár vérengző, kegyetlen nomád rabló voltának nevezték, és a magyarországi finugorista történészek is ezt hangoztatták, hogy nem jó nekünk a hun rokonsággal viselkedni. Pedig a hun-magyar rokonság fogalma a népképében, regényben és mondáinkban máig is él. A hun-magyar rokonság mellett hitett Kőrösi Csaba Sándor, a legnagyobb magyar kutató és nyelvész, kortársai és követői Katona István, Fejér György, Kállai Ferenc, Jelmi János, Horváth István, stb. Még a 19. század íróink, költőink, Petőfi Sándor, Arany János, Jókai Mór, Vörös Marti Mihály, Gátonya Géza, és a többi is tudták, hogy közös őstől származunk. Tisztázzuk végre a kérdést, hogy jó-e hát a magyaroknak Attila és a hunok rokonságával dicsekedni,
és valóban rokona-e a hunnak a magyar. Számtalan példát hozhatnék fel, igazolásul, de időszüke miatt csak egy példát mutatok be. Jean Lamar Krisztus után 1512-ben Gaul, Gallia és a trójai különlegességek című munkájában írja, idézem, a hunok vagy magyarok, szintén a trójaiak letámadottai, testvérei a frankoknak, épp úgy, mint a törökök, azonban még a törökök pogányok, a hun magyarok keresztények. A hun magyar azonosítás onnan jön, és azért van, mert Attila annak a török klánnak, törzsnek a leszármazottja, melyik a turkustól ered, és a trólai Trollius fia, idézett Pedrában. Ezt az idézetet meg kell magyaráznom. A hunokat vagy magyarokat Trójából származhatja a nagy munka szerzője. A szabír magyarok őslötenti színű munkámban részletesen foglalkoztam Anatólia, Törökország őslötenetével, belépve Tróját és a szabír magyarokon keresztül a török rokonságot. A törökök magukat Hasina, őszabír őseitől származtatják, mint ahogyan a magyarok és a hunok is. Ebben a munkámban bemutatom, hogy 11.000 év tárlatából igazolható őseink hogyan terjeszkedtek a szabír magyar őshazából, Mezopotámiából, a Szélrózsak minden irányába, Trójába is. De hadd szálljon a finugor elmélet hunokra és Attilára vonatkozó téves, sajnos még ma is ható állítása. A hun nép és nép megjelenés már nagyon korán megjelenik az ős történelemben. Az ős egyiptomi feliratokon, vagy Darius Hystaspes szikla feliratán is látható unut formában. A szumér asztrologai térképeken lukunga formában, ami szumérul földműves jelent. René Lavat, szumérológus 355. számú cége. Hun és hun értékkel is kifejthető, értelme hatalom, fegyver, a gap pedig települést jelent, Lavat 203. számú jelent. Tehát szumér észjárás szerint úgy is mondhatnánk, hogy a lukunga egy hatalmas, földművelő nép neve. A Szabír Magyar Őstörténeti című könyv első kötetében részletesen bemutatom, hogy őszabír őseink neveihez fűződik a növény nemesítés, az állatok háziasítása, melyet a tudomány agrárforradalomnak nevez, a kis és nagy zakfolyók mentéről Mezopotámiából származó szabír őseinket már az időszámítás előtti 10. évezred végétől azonosítom a tudósok, kutatók munkái alapján. Könyveimben bizonyítom a hun nép ős szabír eredetét. Sajnos még a magyar írók tollából is olvasható olyan történelmi téve is, mely a hunokat csak nomád, barbár népnek állítja be, akik rablással szerezték a mezőgazdasági javaikat, sőt még a nővéreket is. Pedig a hunok az ősi földművelő mesterségeknek kifejlesztő, írásbeli és művészeti kultúrákat megalkotó nép leszármazottai. A hunok földműveléssel kapcsolatos tevékenységére és kulturális értékeire vonatkozóan idézem Tolstoj Híres Orosz Régész az Ősi Korrezen című könyvének 213. oldalát. Vagy szeretném ezt a könyvet bemutatni, mert ennek elég komoly története van, és persze sehol sem lehet a világon. Előszornak az írójától, régi barátoktól kaptam, mert tudta, hogy ezt be fogom építeni a könyveimbe. És most mielőtt
folytatnám a megkérem a feleségem és munkatársam, hogy a könyv előszobából egy pársot olvasok meg. Majd mindenki ide jöhet az előadás után, és megnézheti meg az, amit érdekes és értékes képek sorolhatom benne. Tolstoj könyvét 1950-ben Magyarországon a dolgozó teljesítés jegyében szerencsére nagyon szakszerűen és gyorsan fordították a magyarra. Márin, aki a terület gazdasági fejlesztésére nagy súlyt fordított, bizonyos mértékig ösztönözte e vidék régészeti és történeti feltárását. Így önképtelenül is hozzájárult az eredetünket leleplező titokzatos fákról eltávolításához. Az Aralto és a Tarihi Rénkülőszárkkal jelzett területekről. Tolstoj és munkatársai ismételten ösztönözte, és nagyméretű segítséget biztosított a sikeres munka életében. Azonban Magyarországon mutatni még ő se lehetett sikeres. Amikor ugyanis a korabeli kultúri kormányzat képzelettel, hogy a könyv tartalma, gyorsan kivonták a forgalomból, és még a még elérhető példányokat nyújták a külgét. Néhány példány azonban tovább lapantott. Az ügyet azonban teljes hírszálakkal találvették. Ugyanis, ahogyan például a napjainkban dr. Blaskovics Józsefnek, a Tarihi Rénkülőszék szakmatos tudós fordítójának, egyetemi tanárnak és nemzetközi szaktekintének, a török kormány kitüntetettjének nem engedi, hogy a krónikát támadó ostoba és nagy példákszával terjedtett lapokat el magyar nemzet, az a fiasztékkal megjelentetett, esetenként ő személy szerint támadó cikkekre válaszoljon. Tehát nem engedtenek, hogy kivédje a támadásokat. De sorok írója égezi kutatott egy gyöngyáolvasó példány alapján egy sértetlen Tolstoj könyv birtoklásáért. Nagyszerű történeteket lehetne elmondani azokról a diákokról, akik segítettek a keresésben. Köszönet jár érte ismeretlenül és nevekedítés nélkül. E könyvet először I. és Gyula kapta kölcsön olvasni. Néhány hónapnyi tanulmányozás után aztán így beszélt róla bizalmasan. Most már értem, miért akadta fel ennyire ez a könyv élete utolsó éveiben Veres Péter bácsi. Mindig ezt a könyvet mutogatta nekem, de én nem értettem, mit akar ezzel nekem magyarázni, de most már értem. A könyvben lehet látni rengeteg város, mert ugye román barbárok voltak az őseink, rengeteg város romját, az öntözéses fölművelés romját, nyomait, műkincseket, szobrokat, írásos utalásokat, pénzeket. Ilyen román barbár voltunk, ilyen sztyeppei román barbár ide tartozott senki voltunk. Tehát ennek a könyvnek a 213. oldaláról folytatom, idézem. Az eftoliták, fehér hunok kialakulásának színhelye kezdetben valószínűleg Kórezem észak-keleti határvidéke volt az a vidék, amelyet ekkorban még az Amudarja és Szirdarja régi közös deltája alkotott. 1946-ban végzett ásatásaim folyamán ezen a területen néhány rendkívül sajátos telepet tártunk fel. Ezeket a minden valószínűség szerint az eftalita kultúra abból az időből eredő emlékeinek tekinthetjük, mely déli hódító vándorlásukat megelőzte. A telepek közül legnagyobb keszken kujukkal, mely a régi delta most már kiszáradt, bokrokkal sűrűn benne egyik mellék ágának a déli partján fekszik. Nagy kiterjedésű, szabálytalan, kerekdett, 500x700 méter méretű, keletről nyugatra húzódó telek ez, főterem, melyet a nyers téglafalak olvasmányaiból keletkezett sánszkusz körül, a környező síkság fölött körülbelül 2 méter magasságban emelkedik. Folytatom, tolsztottam. A telek közepe táján, az északi falhoz közel 200x210 méter nagyságú
négyzet alapú fellegvár dombja terült el. A fellegvárban jól kivehető alaprajzú tömör mélységeket építettek. Ezek fala négyzet alapú nyers téglából készül, melynek mérete 28x28 és 40x40 cm között ingadozik. Túlsúlyban vannak a 33x33 és 35x35 cm méretű téglák, vagyis azok a méretek, melyek kórezen, afrigida korát jellemzik. A fellegvár rendkívül sajátos, meglepően szabálytalan alaprajzú, a négyzetes alap részein körülbelül 1,5 méter széles folyosó fut körül. A négyzet alapú belső részt rézsutosan a keleti részhez közelebb eső, mint egy 3 méter széles utca hossza ketté. Ebből az utcából különféle irányban és különféle szögben felde mellékutcák ágaznak szét, melyek a fellegvár egész területét szabálytalan alapú és különböző méretű épületekre tagolják. Ezeket az épületeket viszont rendszerint két tégla szélességű kis közfalak 4x4 métertől egészen 23x23 méterig terjedő négyzet alapú szobákra osztják. A helységek belsejének felszínén, mint a telepen, mint pedig a fellegvárban hangval borított kultúrréteg terül el, mely bővelkedik különféle kerámiában, részből készült tárgyak töredékeiben, és már nagyon elforgott lyuk, kecske, ló és tevecsontok. A telep legkésőbb időszámításunk elején keletkezett, és egész a kora középkorig fennmaradt. A kerámia túlnyomó része azonban tisztán helyi formájú, dúlva plasztikus kerámia, rélipszerű, gazdag díszítményekkel ékesítve, melyeket a Don melléki terepekről ismerünk. Valószínű, hogy a méltani díszítményeket az alántörzsek terjesztették itt el. Zárójelbe teszem, megjegyzem, hogy a méltani díszítések már a Sanidár Zavisemi őszobi kultúrában megtalálható időszámításunk előtt 9217-ből 4 nagy kutatóintézetnek a tanálása ez. Majd később a szabér őstelepeken Mezopotámiában, a termékeny területén, Türkmíniában és a Kárpát-medencében is úgy 5500 biztos időben. A díszek főleg az edény száját övező fenyőformájú rajzokból állanak, részben pedig olyan növényi díszek. Ilyen formán teljes joggal tételezhetjük fel, mondja Tolstoj, hogy az Aral-tó menti mocsári telepek éppen az eftalita kultúra emlékei és a fejében. Ez a nép, mely jellegzetes, komplex állattenyésztő halász, földművelő gazdálkodást folytatott. Nem mi magyarok mondjuk, hanem a Stalinnak a kedvenc régésze Tolstoj. Mégsem volt nomád jellegű, hanem letelepült, vagy legalábbis félig letelepült életmódot folytatott a megerősített közösségi telepeken, városokban lakott. És nekik azt mondják állandóan, hogy hol a nomádok. Az eftaliták városi életéről állandóan olvashatunk a bizánci íróknál, a kajszerei Prokopiosznál és Melandrosznál is. Tehát megírták ezeket, csak felültek. A települések alaprajzából ítélve továbbá, az írásos emlékekre támaszkodva azt kell hinniük, hogy a nemzetségi közösségi hagyományok az eftaliták körében még elemek voltak, idézett közállt.
Tolstok sorai tehát bizonyítják, hogy hun elődeink rokonai nem voltak nomádban. Az orosz régészek a 20. század 40-es évei óta igen bőséges és érdekes hunokra vonatkozó régészeti leleteket hoztak felszínre. Hórezmen kívül az Altaj térségben és a Bajkál-tótól északra elterülő vidéken az ásatások időszámítások előtt 6. évszázadi hun építményeket tártak fel. Mondgait orosz régész közlése szerint az ásatások völgysántokkal, vizes árkokkal körülvett őtornyokkal megerősített kapubájáratokkal ellátott erődítmények maradványait hozták felszínre, melyekben a várjúr lakásnál és a gazdasági épületeken kívül számos kisebb lakás épült az északi Altaj régióban, melyeket egy központi kazánból a föld alatt vezetett agyagcsövek rendszerén áll a bűnök. Zárójelbet teszem. A szlavén magyarok a szumérok tanító mesterei című könyvemben beszámoltam arról, hogy a Krisztus előtti 6. év ezredben a Mezopotámiából áttelepülő szabér magyarok az Old folyóvölgyi körös kultúrkörben hasonlóképpen fűtötték lakásainkat. Az orosz régészek által a 20. század 40-es éveiben feltárt sírok fényűző hun temetkezésekről adnak számot. A gerendavázzal bélelt sírkamrákat felszerszámozott lovak 6-tól 14-ig, szegerek és használati tárgyak veszik körül, találták háztartási és fényűzési cikkeket is a sírokban. A régészeti ásatásokból és a kínai évkönyvek adataiból megállapítható, hogy a hunok feudális felépítésű monarchiában éltek a korai időszakban is. Nos, ezek a tények megszámolják az ókori görög-római, sőt némelyik jelenlegi nyugati történetíró állításait is, viszont a hunok vérendző barbár Ázsiához szabadult népbordák lettek volna. Ezek után ennyi szólva történelmiért lenne tisztességtelen is becsülni gyalázni őseink emlékét. Különösen Attiláról a hunok és egyben a magyar és rokon népek legnagyobb királyáról, hadvezéréről írtak levelet a hónak. Mindenek előtt Attila nevét kell megmagyarázni. Aki nem ismeri neveinek ősi vallási jelentését, helytelenül két tével és egy ellel írja. Bizonyítékok szempontjából térjünk vissza a múltba, az ős szabír népek hitvilágához. A szabír magyar őseink kultikus szobrai gyakorta kis tálacskákat tartanak a kezükben, melyek kissé megbillen, és idézem, az életvize lassan folyik ki belőle. Jelképesen, amint kiürül az edény, akin ér véget az élet is. Ez a kultikus ábrázolás az őskori Mezopotámiából ered, és általánosan elterjedt az őstudánya nevezett szabír magyar népek körében. Az ősi nép folyókkal, tavakkal, vizekkel kapcsolatos elképzelését tükrözi a Duna ősi neve Iszter, azaz az életvize. A 895-96-os honvisszafoglalásunk előtti szállásterület Dentumagyarő folyói is hasonlóan az élet fogalmát kifejező nevetet viselnek. A Don Szabír neve Ten, a Donacé Tenis, a Deperé Tenbúr. A történelmi források megerősítik, hogy Dentumagyariában őseink még szabíroknak nevezték magukat. A szabír nyelven a Ten egyenlő élet,
Isten örök élet. A ten jelentése még alap, csend, nyugalom, lavat 703. számú végtelen, tin, egyenlő élet és élni, lavat 465-ös jelet, az akkádok a tin, szumír szót Balatúra változtatták, melyből levezette Balaton az élet talatén élt az ősi magyar néni. Attila nagy hun királyunk nevének jelentése az élet vize. A egyenlő víz, lavat 579-es jele, Tilla élet, gat 192-es. 1991 tavaszán pillantottam meg a New York-i repülőtéri könyvesboltban az amerikai író Wes Roberts Leadership Secrets of Attila the Hun. 1990 a Hun Attila vezetéséi titkai című könyvét Attilát nagy hadvezérként és nagyon bölcs, humános uralkodónként mutatja be. Eredeti görög forrásokból a helyszínen évekig, körülbelül 6 évig kutatta munkatársaival együtt Attila életét. Wes Roberts könyve az 500 legnagyobb amerikai vállalat vezetőinek magas szintű továbbképzésére szolgál. A Fortune 500, úgy hívják az 500 legnagyobb vállalatot. Még az üzleti életben is élt a képüknek tekintik Attilát Amerikában ma ugyanira, hogy stratégiai módszereit, tanításait, útmutatásait követendő példának a siker zálogát tartják. Ez talán az első nyugati könyv, amelyik Attiláról pozitívan vélekedik és jól ír. Wes Roberts könyvének előszavában írja, hogy Attilát ma úgy jellemezhetné, mint kitűnő vállalkozó, ugye Amerikában ez fontos a vállalkozási szó, diplomatát, szociális újítót, államférfi, kiváló hadvezér, szervező és kitűnő házigazdát. De nem ezekért a tulajdonságokért választotta Attilát könyve követendő főhősévé, hanem határozottságáért, bölcsességéért, szilárd és megalkulás nem törő példamutató egyeniségéért, aki nem riad vissza a legnehezebb feladatoktól sem, aki dicsőséges tetteket visz véghez, megoldhatatlannak látszó problémákat is megold. A mai vezetőknek is példát mutatva osztja meg a sikeres vezetés titkai olvasóra. Wes Roberts minden fejezetet az Attila életéből vett útmutatásokkal szemléltet, amint a tábortűz mellett a különböző vezetési módszerekre tanítja a törzsfőket és a hun harcosokat. Bár a helyszín, a körülmények meglehetősen különböznek a maiaktól, ennek ellenére időtállók Attila tanításai, velős mondásai ma is alkalmazható bármelyik vezetői ülésen, tanfolyamon, továbbképzésen. A feleségem és munkatársam bemutat néhány gondolatot a könyvből. A fejezeteket Wes Roberts vezeti be, amikán Attila tanításai következnek. Fejezetek. A római útnak a című fejezet. Wes Roberts mondja, hogy a római útban ügyes szokása volt, hogy gyermek túl sokat cserél más országok befolyásolására, hogy saját szolgálatára csábítsa őket. Miután Rugila, a hunok királya, megelégette Attila örökös bírálatát, bírálatait a római birodalmat segítő politikája miatt, a 17 éves Attilát a római udvarba küldte. Azt remélte, hogy ott majd megváltozik a Attila jelleme,
és 6 évben után könnyebben elváltozhatott. Attila megvetette a római udvar pompáját, a cifra ruhákat, a lakomákat, a dőzsölést, amit a társai olyan nagyra becsültek. Sikertelen szökési kísérlete után elhatározta, hogy ideiglenesen belenyúlik a sorsába, és tanulmányozta a római udvart. Megismerte az udvarbeli és külpolitikáját, a római hadsereg felépítését, fegyvereit, a csatavezetés módszerét. Észrevette egy erős tengeri flotta hiányát. Megfigyelte a látogató minisztereket, a birodalom cselszövéseit, a politikai módszereket és a diplomáciát. Azt mondja a férje, hogy megjegyzem, hogy Attila négy nyelven beszélt, és a világtörténelem egyik legjobban felkészült, legműveltebb bölcsőuralkodója és hadvezére volt, aki a tudását és tapasztalatait a nemzete javára fordította. Attila a vezetés minőségi követelményei, Attila szájába hagyja az ítéleteket. Azért ültünk össze a táborkülnél, hogy én, Attila, megosztam veledek a legbensőbb gondolataimat a vezetés iránt támasztott követelményekről. Minden szinten olyan vezetők álljanak a hunnép szolgálatában, akiket rátermettségük, ügyességük, képességük és odaadásuk alkalmassá tett hivatásuk sikeres gyakorlására. De a vezetői tulajdonságok kifejlesztése nem könnyű feladat. Életre szóló elkötelezettség. A hunok sohasem hagyhatják abba a tanulást. Arra kell törekedniük, hogy az új helyzetekre bepillantást nyerjenek, gondolják át, értékeljék ki a helyzeteket, keressék a megoldást új módszereit. A vezetőknek korán el kell sajátítaniuk az alapkövetelményeket a szolgálatok ellátása érdekében, és lehetőséget kell kapniuk az önfejlesztésre. A fiatal harcosokat tanítani kell arra, hogy jó törzsfőkké fejlődhessenek. A lovaglás, lasszó dobás, íjazás és dálkavetés elégséges alapismeret a harcosoknak, de nem a vezetőknek. A nemzetnek ügyes, gyakorlott vezetőkre van szüksége, akik mesteri módon bánnak adottságaikkal. Most a legfontosabb tulajdonságaik közszerint. Hűség a legfontosabb alapkövetelmény. De a véleménykülönbség nem biztos, hogy hűtlenség. Mindig meg kell hallgatni azt a gond, aki a törzs érdekében véleményt nyilvánít. Bátorság. A törzsfőnek bátorságból példát kell mutatnia, a vezetett hulak előtt kell járnia, tehát előtt, a feladatát következetesen végre kell hajtania. Becsvágy. Becsvágy nélkül nem sokáig marad a posztján a törzsfő. Lelki erő. Az egyre magasabb vezetési szintek egyre nagyobb érzelmi megterhelést jelentenek. A vezető minden szinten legyen képes felülemelkedni a nehéz helyzeteken, lelki válságon, csalódásokon. Fizikai állóképesség. A hunoknak olyan törzsfőkre van szükségük, akik bírják a vezetés fizikai megterhelését. Egészségesen kell táplálkozni. Aki sokat eszik és iszik, annak nincs elég energiája. Épp testben, épp lélek. Ágyból nem lehet csatát irányítani, edzetnek kell lenni. Együttérzés képessége. A törzsfőnek meg kell értenie másokat. Képesnek kell lennie beleélni magát a mások helyzetébe. Tiszteletet, megbecsülést kell tanúsítani mások kultúrája, hite és hagyományaira. Döntés képesség. A fiatal törzsfőnek ki kell fejlesztenie magában a döntés képességét. Tudnia kell mérlegelni, mikor kell cselekedni és mikor nem, az adott helyzetre vonatkozó lehető összes jelzés figyelembevételével kell elhatározni a döntést. És ezt következetesen kell végrehajtania. A habozás és halogatás nem zavarja, elbátortalanítja az alattvalókat, a társaid és a feletteseid, és az ellenségre vászolgálja. Előrelátás. A megfigyelés által összegyűjtött tapasztalatokból kell következni. Talán ez bizonyos kockázatra jár, aminek a veszélyét vállalni kell, és nem tarthatja a legfontosabbnak mindenek felett a saját kényelmét és biztonságát. Időzítés képessége. A vezetés minden mozdulatában szükséges az időzítés. Úgy a tervezés, mint a cselekvés idején. Nincsenek felett szabályok ennek a képességnek a kifejlesztésére. Általában csak a saját kárhozottan vonatod meg. Versenyképesség. A mindenkori győzni akarás belső késztetése elengedhetetlen, de csak a fontos verset kell megnyerni. Önbizalom.
megfelelő képzéssel és önképzést önfejlesztéssel kialakítható egy olyan személyes biztonságérzet, amelyen le tudod győzni a vezetés nehézségét. Felelősség. Se király, se törzső, se alakadó nem alkalmas vezetőnek, ha nem vállalja a felelősséget, ha nem képes elvégezteti a munkát és betartani az utasításokat. Hitelesség. A vezetőnek hiteles személynek kell lennie, aki méltó képviseli a munkat szavaival, cselekedeteivel és egész magatartásával, barát és ellenség előtt egyaránt. Azonnal le kell váltani az olyan vezetőt, aki elvesztette a hitelét, mert nem lehet többé megbízni. Áldozatosság. A vezető alapvető tulajdonsága a megalkotás nem tűrő igyekezet, akarat, a rábízott feladatok végrehajtására. A gyenge csak akkor kitartó, ha a dolgok úgy mennek, mint a tanítás. Megbízhatóság. Ha egy vezetővel nem lehet megbízni, hogy minden helyzetben teljesítse a feladatát és vállalja a saját felelősségét, váltsd le. Gondosság. A vezető alapvető tulajdonságai közé tartozik a gondoskodás képessége. Úgy kell szolgálni a végét és társait, hogy bizalmat, hűséget érezzenek iránta. A vezetés utáni vár című fejezetről a vezetésre törekedni kell. Azt mondja Desztrover, Attila apja Munzu halála után Rukilla a nagybátyja lett az uralkodó, aki húsás jutalom fejére hamarosan felajánlotta a szolgálatait a császári udvarnak Rómának. Attila korai fiúságából itt elődei dicső múltjában, mondáiban népe erejében, amely régtől fogva hatalmas ősi nép volt, akiket nem lehetett szolgaságra kényszeríteni. Attila bátran bírálta Rukilla politikáját, mondván, aki mindig többet hivatott. Korai fiúsága óta terveket szövegetett a hun törzsek egyesítésére és Róma elfoglalására. Amint Rómából hazatérhetett a lépéhez, nem törekedett mindjárt a hatalom megszerzésére, türelmesen várt, minden lépését megtervezett. Utazott és vadászott, idejét a tervek kidolgozására fordította. Akkor vette át a vezetést, amikor az arra az idő elérkezett. Szóval, hogy megjegyzi a kérdés, hogy a keleti népe szokása szerint az apát nem akkora követte a trónot, nem feltétlen, hanem a rangidős családja, például a királyok se. Itt lett Rubila, a Rua, vagy a Goa, azok az uralkodó. Attila a fegyelmezettségét nem is mutatja, hogy 40 éves koráig vártak róla. Ez a tény szöges ellentétben áll minden párttal és gyalázkodással, amely olyan kártástalan vérendőnek állítja be, aki a trónra jutásért mindent tett volna, még a bátyát mintát is megölte volna. De Attila valóban következetesen tervezte Európa egyesítését. Uralkodása alatt a hunok hatalmas birodalma egy időben Kínától az Atlanti óceánig terjedt, sokkal nagyobb volt, mint a római birodalom. Az egyesített rokon népekkel, a letöltött vagy behódolt királyokkal és népükkel szövetségesként vált. Attila szénaranyasztalánál 28 koronás királyunk, akik aranytányérból lettek, aranyserdekből ittak, még Attila patányérból, fakutából, mondja Otto Menschenhelden, Liedert der Hanen, vagyis a hunok világa című könyvében. Attila, a vezetésre törekedni kell. Nincs nyugtalanító, mint ha olyan királyra törzső vezetése alá tartozik, aki nem elkötelezett, akinek nincs felelősség. Az elkötelezett vezetők, akik vezetésre törekednek, azért, hogy szolgálják a közösséget, kitűnnek bölcsességükkel, őszintességükkel, jó szándékukkal, tekintélyükkel, szakértelmükkel és bátorságukkal. Népük szolgálatában emberségesek, és ügyük szolgálatában elkötelezettek. Azok a törzsők nem elkötelezettek, akik elhagyják harcszegőket. Nos, hunok, most megkérdezném tőletek, honnan tudhatom én, akiről képességeim elegendők elő törzsből lehessen? Ajánlás. Aki vezetésre vágyik, annak mindenek felett erős felső készítésre és megmérettetésre van szüksége. De a személyes elismerés becsületes út.
Képesnek kell lennie felülkerekedni a bal szerencsét, csüggedésen, visszautasításon és csalódáson. Ne kap túl bogom a hatalom után, ez sok apukását okozta már. Meg kell őrizni a hideg életet. Ahhoz, hogy vezetni tudj, gyakorlattal és lehetőségek jó kihasználásával elő kell készülni. Emlékezz arra, hogy a siker nagy részt attól függ, hogy hajlandóan vagy egy kemény megoldott életben. Következetesnek kell lenned az ellenkezések és kihívások ellenére is. Mindig józanul, megfontoltan cselekedj. Ha nehezebb is a feladat. Ne engedd magad fenyegetni, se a társaidon, se a tehetős vezetőktől, se az alárendjeitől. Inkább okosan válasz ki a rátermelt kapitányokat az eredményesség érdekében. Személyes, önzetlen áldozatot kell hoznod azokért, akiket szolgálsz és vezetsz. Ilyen áldozat például nem veszel részt a törzs vadászatán, időt és fáradtságot nem kivélve, türelmesen neveled az alárendeltjeidet a saját szükségleteid rovására is. Ha másút a személyes megjelenésed szükséges, akkor a saját táborodon ott kell hagynod az ünneplést. Szenvedélyesen kell akarnod a sikert magad és ujjaid kimagasló eredményei elérése érdekében. Tudatosan, állandó tanulással fejlesztened kell a képességeidet a hivatásod érdekében. Ez nagy áldozatokkal, előkifejtéssel és a saját érdekeid belátásával jár. Viselkedj természetesen, ne így jönj el, letermészkedj, tetszel egy hamis korban, szemekkel néznek a hibáiddal, és azon igyekezzük napról napra jobb köstölé. Azzal a figyelmeztetéssel bocsátalan mutatunk a benneteket, hogy sose fogadjátok el a kinevezést, ha nem akarjátok meghozni a szükséges áldozatot, a hivatásodat, jobb letöltésétel. Veszkodert és társai Attiláról alkotott véleménye és Attiláról ért mondani valója igen eltér a nyugati történetírók többségének munkáitól, akik csak nem kivétel nélkül lealacsítító jelzőket, mint a virág történelem egyik legnagyobb katonai vezetőjéről és már uralkodójáról. Jordánes Attila forrása, aki úgy átkozódott, hogy Attila Koszorgától és Farkastól származott, meg később a nyugati történet tisztelt nézőim, kedves hallgatók!
szeretettel és tisztelettel az önök és a Herman Otto társaság nevében szeretném megköszönni Bíró Józsefnek és Bíró Máriának az előadását, és mielőtt átadnám önöknek a szót, szeretnék egy gondolatot azért hozzáadni. Az Attila nagyságával kapcsolatosan számos irodalmi alkotás jött létre, de ilyen alkotással még nem találkoztunk az író újságban. Tudjuk azt, hogy ebben a korban, tehát itt a 450-es évekről van szó, ebben a korban számos olyan esemény történt, amelyre utalt a bíró úr, mi erről már beszélgettünk annak idején, hogy hogyan is történhetett ez a 451-es évnek az eseményei, majd a 452-es évnek az eseményei. És pedig arról van szó, hogy a rómaiakkal vívta Attila élethalál harcát a Duna torkolat vidékén, ahol a bátya életét is vesztette, pontosabban Buda. Attila érdekes módon itt vívja az élethalál harcát, és mégis Katalonba el tudott menni. Ugye a fáma erről szól. Arról beszélgetünk annak idején, hogy hogyan létezhetett ez, hiszen ezen a területen a fáma szerint ugye az van, hogy mintegy 300 ezer harcosa oda vetett. Ez azt jelenteni számomra, hogy ezen a területen régészeti feltárásokat, ha végzünk, akkor hihetetlen mennyiségű emberi maradványokat kell, hogy találjunk, fegyverzetet és más egyéb olyan leletanyagot, amely bizonyítaná azt, hogy ténylegesen a hunok ezen a területen jártak. Ezzel szemben a régészeti kutatások, a feltárások ennek a területnek megtörtént, tehát a feltárások megtörténtek, és ezzel szemben a legjobb tudomásom szerint, de még ezt senki nem cáfolta meg, egy őrcsatot találtak, un őrcsatot, és egy török kivéget. Kérdezem én azt, hogy hogyan létezhet az, hogy csak ennyi tárgyi lelet tart ezen a területen. De még egy érdekes dolgot akkor hagyd tegyek hozzá. Ugye a nyugati krónikákban leírnak olyan dolgokat, amit feltételezni nem tudunk, aki egy ilyen nagy stratéga volt, hogy a magaslati pontokat ne foglalta volna el. Ez az egyik. A másik, amely megdönti azt az állítást, amit a nyugati iratok tartalmaznak, és pedig az, hogy ilyen veszteség mellett 452 tavaszán elindul Rómába, mert az új sátár elfelejti, hogy a békeadót meg kell fizetni a hunoknak. És mi történik? Róma aláérve a pápa elébe meg, letérdelteti a pápát, és megfogadtatja a pápával, hogy Róma fizetni fogja a békeadót. Megígérte a pápa, és ez a barbár király mit csinál? Megfordítja lovát, és nem rombolja le Rómát. Akkor miről beszélünk? Hát ő volt az a barbár király, ahogy a bíró úr is fogalmazott. Igenis, felvilágosult ember, és nem is akármilyen felvilágosult ember. Én a magam részéről nem ezt a területet mutatom, de kapcsolódik az én kutatási területem is valahol ahhoz, amit a bíró úr mutat. A szellemiség kérdésével foglalkozom én elsősorban. De hihetetlen módon, ha megnézzük azokat a tárgyi leleteket, amelyeket föl lehet tárni Kazasztán területén, föl lehet tárni Perzsia északi területén, Suméria területén, és sorolhatnám egészen a Kárpát-medencén. Hadd mondjam azt, hogy igen-igen avatott szemnek kell ahhoz lenni, hogy ezeket a tárgyi leleteket meg lehessen különböztetni, hogy honnan, mely területről származik.
Tehát egy fejlődési folyamatot föl lehet fedezni rajta. És innentől kezdve, miről lehet szó? Az itteni finnugoristák azt állítják, hogy ezek exportált luxuscikkek voltak valamikor. Hát én kérdezem azt, ha a kultúra területén olyan leletanyaggal találkozni, mint a halak kultúrának az anyaga, amit itt gyakorlatilag körös kultúraként ismerünk Magyarország területén, és a Sumériától egészen végig föl a Kárpát-medencéig, sőt az északi jeges-tengerig elterjedt, akkor ezt minden lehet magyarázni. Hát én úgy érzem, és úgy hiszem, hogy sok mindent lehet mondani, de az nem, hogy ezen a területen nem fordultak meg az őseink. Vagy ahogy mi szoktuk fogalmazni a keresztény. Hiszen tárgyi bizonyítékaink vannak, nem csak a hunok ítlétéről, hanem a magyar népeknek az ítlétéről. Itt a bíró megemlítette, hogy hogyan nevezték őket. Erre akkor hadd mondjam azt, hogy Suméria területén, tehát a mai Irak területén, én magam is 4 évet dolgoztam. Kérem szépen, a ottani kutatások és az ott megtalált leletanyagok egyértelművé tették azt, hogy azt a népet hogyan hívták, akik ott éltek. A szavírok után, amire a bíró úgy utalt, hogy a szavírok és a sumírok egymás követő nép, sőt nem zárható ki, hogy azonos nép. Kérem szépen, a Krémer professzornak a feltárása anyagából annyit hagy mondjak önöknek, hogy gyakorlatilag a sumer népként ismert nép nem más, mint maggar nép volt, vagyis a mag nép. És innentől kezdve megint lehet vitatkozni azon, hogy valójában az elejének tekinthetjük, vagy nem. De erre akkor hagy utalja, hogy dr. Bukola Idának az anyagait, ha valaki hozzá tud jutni, ő mint nyelvész, több mint 1000 szót azonosított be, amely gyakorlatilag sumer magyar eredetű, tehát maga eredetű. Mert gondolom mindannyian tudják, hogy a sumer szó mit jelent, ismeretlen jelent. Hát ugye annak idején az azért vették meg fogom, mert az egyik szövegben egy ilyen szó találtak, hát akkor legyen sumer. Ez a feltárásoknak általában egy jellemzője, hogy valamilyen nevet adunk ezeknek a dolgoknak. De ma már mondhatjuk azt, hogy majdnem teljes bizonyossággal, hogy maggar nép lakta ezt a területet, és onnan rajzott szét a szélrúra minden irányába. Ennyire szerettem volna kiegészíteni a bírónak az előadását, nem azért, mert mintha én ezt jobban ismerném, mint a bíró úr, mert biztos, hogy nem ismerem jobban, de én azt hiszem, hogy ez hozzátartozik ahhoz, hogy még szélesebb körben lássuk azt, hogy miről is szól ez a szó. Még egy gondolattal visszatérnék a témához. Hogyan létezhetett az, mikor mondottam a katalómi csata? Ez a rövid idő alatt a mai technikát megpróbáltuk modellezni. A mai technikával sem lenne megoldható, nem időszámításunk után 451-ben, vagy 52-ben. Lehetetlen ilyen erőt mozgatni, ma sem tudnánk megoldani a mai modern technikával. Tehát valami nem stimmelek körül. Köszönöm szépen, és átadnám önöknek a szót, megkérném önöket, hogy ne szóljunk egymásnak hozzászólásával, minél kampánsabban és minél rövidebben fogalmazunk, hogy az idővel tudjunk gondolkodni. Tessék parancsolni, jöjjön a szóra! Üdvözlök mindenkit, egy Kovács Gyula vagyok, és hozzáfűznék néhányat ezekhez a gondolatokhoz. Lehet, hogy tudják, lehet, hogy nem. De valóban így van, ezt a sumér szót egy francia hölgyet kutató találta ki. Ugye ő is egy idegen, oda ment kutatni a helyszínt, nem tudta, hogy mi a régi elnevezés, aki találta ezt, hogy sumér, ugye? Na, ugyanez a helyzet az Istenhegyje, itt a Budapest tetején ott van az Istenhegy, mi a neve? Szabadsághegy. Ugye előjöttek ez a történet, kiadta neki azt, hogy Szabadsághegy meg magam a kamerát.
akkor például van egy ilyen, hogy Attila jelöli ki Róma helyszínt a pápai székelyül, mert volt egyébként Firenze, mint Tartán, aki van, nem tudom, hogy ezt tudják-e vagy nem. Akkor például a USA-ban jártam kint, és mivel megtudták, hogy magyar vagyok, ez egy nagyon érdekes történet Kaliforniában, és olyan szóbeszéd van, hogy ha valaki Amerikában nem tudja megoldani valamilyen problémát, akkor azt mondják, hogy jön Attila is majd, aki megoldja. Tehát ez így szól. Akkor szívégekről. Hát én még diákkoromban, gyerekkoromban, hát úgymond a alsó általános iskolás koromban, Somogyban nyaraltam minden nyáron, és a gyerekek mit csinálnak, hogy át a forró homokban csúszkálás a hegyről lefelé, domboldalról. És miket csúszkáltunk itt? Szívégeket. Na most az én rokonaim azt mit csináltuk? Hazavitték kalapálással, ez nem lehetett semmit sem csinálni vele, tehát megmaradtak a motivumok rajta, semmit sem történt. Elvittem másnap gázfalakkal, megpróbálták ugye heggesztőpisztolyra megoldatlan, nem történt meg. Miről szól ez a történet? Ez nem honfoglaláskori, nem tudom milyen technikával készült, nem öntvény, hanem ez hidegen kovácsolt, és nem honfoglaláskori, hanem több ezer éves, ugye 4-5 ezer év, ugye a bronzkorról beszélgetettünk nyugodtan, hogy hát az olyan 6-7-8 ezer év a Kárpát-medencében. Tehát jóval előbb volt bronzkor Kárpát-medencében, mint bárhol a világon. Körülbelül 5-6 ezer évvel később lesz bronzkor. Akkor például. Volt szó az Istenről. Ugye az Isten, azt tudjuk nagyon jól, hogy a kínai források azt írják, hogy az északi Istenét. Ugye? Akkor lehet arról beszélgetni, hogy az Isten az az igaz, sarki, élő személy. Ugye hallottam arról, hogy volt szó Attila. Ha nem tudom, hogy ki az, aki ismeri elég jól a rovásírást. A rovásírással leírjuk Attilát, mit írunk? Egy T betű és egy L betű. Ezt, hogyha fogalomként próbáljuk értelmezni, akkor ez mi? Egy tudolló, ez egy ménfő. Ne felejtsük el, hogy az Ermitásban van a hunfejegyelmi ékszer. És az egy homlokpánc, meg sárkányos, fejtetőnk mondanám, hogy egy ivócsanak forma, rajta egy kör, egy kicsi kör, mondjuk mint egy olyan centi átmérő kör, és a körön négy szív van. Ugye nem három szív, tehát ez nem szent háromság, hanem ez szent négyesség kör. És a körön van egy kis gömb, ugye, ami esetleg a világot is, vagyis a földet is mutathatja, és rajta a sólyom, az aranysólyom, aminek azul kék a feje, és mire lehet asszociálni az azul kékre, nem tudom, hogy ki, mire asszociál, A-tól Z-ig, az ugye A-tól Z-ig, mi az A-tól Z-ig? A mindenség. Utána az Úr, és a kék nem a szín, hanem a szükség. Mire van szükségünk? A mindenség Úrára van szükségünk. Magyarul az élethez mindenre szükségünk. És mindenki végig megy ezen a érdekes történeten, ezen az azul kékre. Szabíró. Most hát ha nem tudom, hogy ki járt a hajdúságban, mert a hajdúsági temetőkben van egy olyan szöveg a sírfákon, azon kívül, hogy a név és a elmúlt kora és időpontja, van egy ilyen szöveg, hogy Abiram. Most nem tudom, hogy kinek mi eszébe az Abiráról, hogy az Abira lehet, hogy így hirtelen nem mond semmit, de aki már rovásírásokat fej, meg képírásokat, vagy egyébként próbál úgy gondolkodni, hogy egy betű az egy fogalomban a kezdőbetűje, akkor jó úton fog járni, mert az Abira meg fog világosodni. Az Abira azt jelenti, hogy A, ugye hát az lehet anya, a B, belső, vagy boldogság, az I, az igazság, vagy Isten, az R, az a ragyogó, vagy valami más, és az A, nem tudom mit mondani, majd talán aki okosabb nálad meg fogja. Mindenesetre egy kicsit összeolvasjuk, a boldog Isten reményében alszunk, vagy a boldog igazság ragyogásában alszunk. Tehát ez a két fogalom, ez mind a kettő fedi a valóságot az elmúltak számára. És akkor innentől lehet értelmezni néhány szót, például azt, hogy szabír. Hát a sza az ugye szak, szabrális, szabír. Ebben a belső, a boldogság, az igazság, itt benne van ebben a
Szabírban ez a szeretet, boldog Isten reményeiben élő nép. Én szerintem, tehát lehet vitatkozni velem, a Horezben. A Horez az alapvetően kör lenne, és akkor már közel járunk a köröshöz, és akkor hát a körös kultúráról meg azt nem mindenki tud, aki itt ebben a teremben van. A Huri, az is egy nagyon érdekes, hát az Hun ragyogó Isten. És ha hurikánról beszélgetünk, akkor mi van? Ez szélvész, ugye? A Zab folyó, itt szóba kerül, Magyarországon is van a Zab település, legalább vagy 8-at tudok, és azt hiszem, hogy itt még talán még többet tudok. Elsősorban a huri ember jobban ismeri a magyar településeket. Jó, hát elnézést kérek, hogy sokat beszéltem, és hát ha olyanokat mondtam, ami másokról nem hallottam. Mostanában nagyon sokan tanulják a rovásírást. A rovásírás ez egy olyan rövidített írás, ahol kevés betűvel sokat lehet írni. Ettől aztán az is adódik, hogy egy néhány betűből sok mindent ki lehet olvasni, azt is ki lehet olvasni, amiről az írás nem akar szólni. Az Isten szó emlegető itt előttem, ahol már csak annyit szeretném hozzáfűzni, az Isten leírjuk rovásírásra, rövidített rovásírásra, akkor lesz STM. Ebből az STM-ből kiolvashatjuk az Isten, ha beletekik a magánhozókat, de a sátánt is kiolvassuk. Hát ne akarjuk a sátánnál összeházasítani az Isten. Na kérem, itt van ez az STM Isten szó, hozzáteszünk az ívet. Ha nem teszünk hozzá, akkor hozzáteszünk a magánhúzókat a másolhangzókhoz, és kiolvashatjuk belőle azt, hogy ős, de. Hát kérem, ezt az Isten fogalma pontosan kimerít, nem lehet elvenni belőle, nem lehet hozzátenni, mert az ős, azaz mindennek a kezdete, a nem, pedig ennek az ős, ezt az ős saját magát jelzi. A mi nemzeti dolog is benne van, hogy hányszor támad, denti a szép hazám kedvedre. Saját magát jelenti a den. Tehát ős, den, azaz ős saját magát jelenti, és ez az Isten. A Hunokról sok szó esett, de még hozzá meg kell említenem, hogy a Hun körsekhez tartoznak az avarok is. Az avar nép az egy nagy nép, kevesen tudják, hogy Franciaországban még egy egész avar város van, ahol a hivatalos módon ezt ne akarják, mi csak tudomásul se lenni. De amikor egy ember megnézi ezt a avar várost, akkor már város határában feltűntek a különböző úgynevezett szervíz autók, teherkocsi, amire az egyikre rá volt írva, hogy avar villanyszerelő, a másikra avar építészet, a harmadikra avar vízvezetékszerelő, és így tovább. Sem a könyvtárban, sem a múzeumokban senki nem akart tudni az avarokról. Hát nem is csodálom, mert ennek a városnak a neve Bush. Igen ám, de ez nem volt mindig Bush, mert valamikor régen avari kum volt. Hát mindenki rögtön tudja, hogy ez avar és ez kum. Hát kérem szépen intézzünk ebből ki. Aztán a nagy tudósainkat nézünk, az ős magyarokkal foglalkoztak, és
könyveket írtak, mint például László Gyula, aki írt a kettős honfoglalásról, már megpedzegett, hogy esettek hármas, ugye? Kanadában tartott egy előadást nekünk, amikor bejelentette, hogy majd az előadás végén szívesen válaszol a kérdésekre is. De csak szigorúan a tárgyhoz, mert féltek, hogy valami olyan kerül beszédre, amire esetleg a professzor úr se tud. Egész előadás alatt ahogy törtem a fejemet, hogy hogy kell egy kérdést úgy megszövegezni, hogy azt ne lehessen elvonatkoztatni a tárgytól. Befejezte az előadását, két kérdés, ahol megválasztott, és én megkérdeztem. Mondja professzor úr, milyen kapcsolat volt a franciaországi avarok és az egyiptomi avarok és a magyarországi avarok között? Erre a professzor úr széttárta a karját, és sajnálotta a bejelentet. Hát kérem, mi arról nem is tudunk, hogy ott is voltak hunok meg avarok. Hát ne csodálkozzunk, hogyha az iskolában nem tanítják az igazi magyar történelmet, mert az iskolában minden elhallottak a tanulók előtt, nehogy ki tudja húzni magát, hogy én magyar vagyok. Megkérdezek bárkit, akárhova megyek, egy ilyen beszélgetés alkalmával, hogy ki tudja, hogy hitták a magyarok istenét a Biblia és a kereszténység előtt. Kérem szépen, nem tud senki választ adni akármilyen végzettségem. Miért van ez? Mert senki nem beszél róla, tanul. Ez az Isten név pedig, ezt az Isten név mindenkinek tudni kellene. Úgy hívják, hogy Ung. Ez az Ung Isten az egyiptomi napistennek a fia, aki az egész világ mindenség gondját a vállán viseli, nem úgy, mint az azt, mert csak költőjóval van elfoglalva. És mi vagyunk a Hungrába, az egész világ, a Hung magyar népet Hungárnak ismeri, Hungnak ismeri. Tehát Hung Isten, a napisten fia, és mi vagyunk? Hung Isten fia. De aki azt hiszi, hogy én fogány vagyok, az csak vegye elő a Bibliát, és nézze meg, hogy a Biblia mit ír. Mert a Biblia azt írja, hogy a Teremtő Atya Isten az ő fiát az idő kezdete előtt teremtette, akire rábízta az egész világ mindenség gondját, tehát akkor ugyanúgy a vállán van, a Teremtő Atya Istennek fiának a vállán, mikor Egyiptomban az Úr Istennek a vállán. Ahol a különbsége, hogy ennek az Isten fiúnak nincs neve, csak az, hogy Isten fiú. De Egyiptomban már réges-régen tudták, hogy hívják az Isten fiúnak nevét, legalábbis egyik nevét, mert az Isteneknek sok-sok többet is van. Így a Teremtő Atya Istennek is van vagy. Majdnem 200 neve, mellékneve, és a sok közül az egyik mellékneve a Teremtő Atya Istennek nap. Ugyanaz, mint ősegyiptomban. És mikor kapja Jézus a nevét? Majd csak akkor, mielőtt megszületik Máriának, és mondja az angyal, hogy nevét Jézusnak fogod. Akkor a tulajdonneve, de Egyiptomban már volt tulajdonneve is, meg hogy úgy mondjam, foglalkozási neve is, és ez volt az Isten név, Isten fiú.
hát talán én nem tudom, nagy fászisztól az így közönségben. Kezdem, doktor úr. Hát, hol vagy, doktor úr? Hát, ki kér még szót? Amíg gondolkodnak, átadom a szót bíró úrnak, hogy ő adja meg a választat, fel a hangosztatra. Először is a Schumier szónak a nevezetét szeretném megmagyarázni. Tényleg is a Jules Oppert francia szumerológus 1869. január 17-én adta ezt a szót erre a népre, amikor a Szolnokon Egyetem humizmatikai tanszékén tartott egy előadás. Ezzel kapcsolatban nemrégiben elhúzott a barátunk és szumerológus munkája, egy Jós Ferenc, a következőket írja a Kárderától István Gámi című könyvének a 78. oldalán, hadd idézem tőle. A sumér nép használata indokolásában a sumérológusok mindig arra a kétnyelvű sumér és akkád táblára hivatkoznak, mely égirat a British Museum 14.013-as szám alatti tulajdonát képezi, amelyről Frenzel így olvasta az iratokat. Egyébként 10 éves levelezésébe került a Feri bátyinak, még megkapta a British Museumból a választ a levelére. Tehát így írta erre a Bertol, akire mindig hivatkoznak. Két nyelvű szöveg, felül sumér, alatt a akár. Sumér tört részen kezdői, vagyis a vajottában tört, és nem lehet pontosan olvasni. Utána pont jön. Anta emegu, megint törés, akárul, saplis, akárda, elis, pont, sú, és ez nagyon fontos itt, a sú kifejezés után törésre. És mi ez a sú? Ez a szabíroknak az ősi neve, már a legősibb agyaktáblákon, ami a surik máki úgynevezett faraszövegekre előjön, és nagyon soknak szerepel, úgyis, mint országnév, így lesz Subartu, ugye belőle, aztán foglalkozások nevébe és a többi, de nagyon sok agyaktáblán elérő a szó, és ezután a szó után egy törés jön megint, vagyis nem tudják, hogy mi következik utána. A szó utáni írás nem olvasható, de éppen Oppert véleménye alapján a szakemberek abban egyeztek meg, hogy a sú után valószínűleg, idézem, me, ra, a szöveg következhet, és így született meg a hipotézisből, ha már köztudatban me, sú, me, ra, a, vagyis sú, ma, sú, me, sú, mi. Ez azonban semmiképpen se jelenti azt, ezt a Barányi Feri bácsi írja tovább, hogy a sumírok magukat így nevezték. Ugyanis az ékiráshoz szövegekben sumériára vonatkozólag mindig kiengi ékjelek szerepelnek, vagyis országokat a nárosok szent földjének hívták. Az asszír ékiratok még igen későn is Mat-Emeku ideogrammákkal nevezik Sumériát. Tehát semmi bizonyíték nincs arra, hogy ez a sumír szó
nem más, mint egy hit. Ugyanúgy lehetett súly, bar is, amiért annak az ősnépnek a neve, amelyik a azt hiszem, hogy nem tudom, kinek van még valami kérdésre? Talán még az jó lenne, hogyha elmondanád, hogy az átlás miatt az, hogy fogadták Konstantinápolyba, és hogy rögzítették meg a beszélgetést a császárral, hogy kik ők. Ja, hát Árpádnak a két dédunokája Krisztus után 948-ban a Burcsú, a egyik leghíresebb magyar hadvezér, akiről Parányi Viktor egy nagyon szép kis könyveskét adott ki, és ebbe elmagyarázza, hogy nekünk az iskolákban, ugye Hannibal tanítják, meg a római, meg a török őseket, amikor azt mondja, hogy egyik sem ért fel Burcsúnak a vezéri képességével, és hatalmas hadseregeket vezetett, ugye, tudjuk, hogy Olaszországban is, és néha, amikor Németországban ment, ugye, az Otto és a Konrád viszályát elintézt, akkor csak egy 5000 főnyítés csapat volt velük, mert ugye a Konrád szövetséges volt, és ott fogott össze ugye Ottóval, és a semmivel megkérdeztetek. Azt akarom mondani, hogy amikor a Burcsú és Kormács, aki szintén a tudatotestvére volt a Burcsúnak, amikor a 78-ra átértek a keresztény hitre, és maga a császár volt a keresztapjú. És ugye a görög történeti jók ebben az időben mindig türköknek hívták a magyarokat, és erre egy furcsa azt mondta a császárnak, hogy ez Porfirió Benedek császár volt, hogy minket nem türköknek, hanem szalartói haszmolóinak neveznek. Na most ezt a legtöbb magyar történész szerintem helytelenül fordította, mert úgy fordították el, hogy a rendét vezetlen szavar, vagy a szavételen, és haszmolói szóval nem voltak tisztában. Tudjuk, hogy amikor Árpádnak a két népunokája ott járt egy zárba, akkor a mezopotámia vidék, vagyis a szabír vidék, ugye Anatólia között ezt a kicsájából éléhez, ez már az arabok a fennhatósága alatt volt, mert amikor Mohamed megkábul Medinába, ugye 622-ben, utána 10 év múlva már az arabok hatalmas hódítások tettek, és elfoglalták a Mezopotámiát is. És akkor átnevezték ezeket a folyókat. Hát persze ugye volt két Zab folyó van, Mezopotámiának az északi részén, ezek a Tigrisnek a balnak egy folyói, a nagy zab, vagy felső zab, és alatta a kis zab, vagy alsó zab. Na, hogy általában az alsót használták a zab folyóra, és az alsó szónak az arab neve asfalt. Tehát amikor azt mondjuk, hogy asfalói, szavartói, a bói, az török, a görög rak, ha leveszünk róla, hogy a hasonlói
Alsó, Zami, Szabio, Nevezve, Búcsú, a Görög császárban, Tiborban született egy Görög császárban, a Kostnak és Kompiro Kerizusznak. Hogy a magyaroknak nem türköknek, hanem a paszkodoknak. Szavartói, paszkodoljátok, ezt én vagyok, Alsó, Zami, Szabiroknak, és ez az a vidék, ahol a Szabiroknak a türköknek egy elég utok. És ez a verső nyoma ennek ugye 9100 és már nagyon régen, több ezer évezek, mai napig is zavarulnak. Én a kultúrtól adják ma is ezt a vidéket, akik testvér népünk, Ötországban 35 millió kultúrnél, és a zav, se, zav, ez az önjelvünk is vizet jelent. Szóval, hogyha megint ott járunk, ott élnek, mert az is a víz az élet vizet. Van ma még kérdés? Mostani könyvem, ami már elkészült, és az elméletemet gyakorlottam ki, mert Szabi Unóval elvették a Fiúval és Terepületekkel szemben, ahol ezeket kifejtem, és semmi körülmények között a fekete Unó nem jártak, mert a kínai jó, a fekete azt jelenti, hogy nyugodtan az évpályák szerint neveztek el a, nevezték el a népeket. Azért voltak a Eftálénak a fehér hónak, mert ők keleten maradtak, még a Attiláék, pedig nyugatra mentek, de egyáltalán nem jár. Pontosan nem tudjuk még azt sem, hogy mikor született Attilán. 395 és 405 közé teszi, és ugye azt tudjuk, hogy 453-ban volt meg, 452-ben volt. Róma alatt, amikor nem tisztított el Rómát, és 451-ben volt a katalógia csata, de hogy pontosan, hogy volt és mikor született a szentség. Ezt tudjuk, hogy a nagy Balambérnek volt a pilotája, és a napja pedig Munzuk, vagy pedig magyarosan kenték Munzuk. De már Balambér alatt a Kárpát-medencének elfoglalják, úgyhogy valószínű, és kérdezném, akkor még kinek van kérdése, illetve hozzászólása? Röviden megadom. Csak röviden, mert most már tényleg néhány szó. Találtam múltkor imádságok között egy olyan sort, azt mondja, hogy ha bír a bún, kent az az Úr. Hát ha bír, ha bírunk valamit, akkor a Föld uralkodik. Provence-ban járt Sepsis Sombor Márton az 1600-as években, és nagyon érdekes, hogy azt mondta, hogy egész Kárpát-medencébe kobzoltak, és egész Európában nem találkozott kobzossal, de kivéve Provence-ban igen, és ott volt egy kobzos, aki arról énekelt, hogy a hun harcosok keserves állapotját a környéken ilyen hun halmokban mutogatták. Nem volt feltárva, de a hun halmok nem tudja, hogy most létezik-e. Megérne egy misét, hogy utána nézni, hogy megvannak-e még ezek a hun halmok. A kurdokról, szóba kerültek a kurdok, hát hogyha elkezdjük fejtegetni ezt a szót, hogy mit jelent az, hogy kurd, akkor egy kicsit meg is világosodik, mert kábetűke opakot jelent. Az Úrhoz nem kell semmit magyarázni, hogy mindenki tudja, hogy miről van szó. A tél az pedig a tél csillaga, a telelő nap. És az ő zászlajukban mindenki ismeri szerintem a zászlajukat piros fehérző, és egy ragyogó nap van a fehér sávban. Egy. Kettő, a kurdokra vonatkozóan, nem tudom, hogy ki jár táncházba, ki nem, viszont barátaimmal szoktunk járni, a kurdoknál ugyanaz a körtáncok mennek, amit a moldvai körtáncokban. Úgyhogy utolsó szó,
szeptember 21-én 5 órakor van találkozó a Fogas végállomásánál, és egy őszi nap-ét egyenlőségi szentélyt fogunk rendezni, akinek van ideje, 5 órakor a Fogas végállomásánál találkozunk, és az Isten egy legmagasabb pontján megtartunk egy ilyen kis emlékezést erről a napról. Kérdezem még egyszer, hogy van-e még hozzászólás, vagy vélemény a előadással kapcsolatosan? Mielőtt bezárnám a mai foglalkozást, egy dologra azért szeretnék reagálni, hogy elhangzott a kurz, a Józsi bátyám is megemlítette a kurz kérdést. Egy dolgot szeretnék elmondani. Én éveket töltöttem között. És aki az ómagyart még valamilyen szinten tudja, én arra figyeltem föl, a kurz lakosság körében, az egyszerű emberek körében, mert ott érdemes mondani. Kérem szépen, szavakat meg lehet ma is érteni. Ős magyar nyelven mondanak bizonyos dolgokat. Összefüggésében nem tudtam rá mit kezdeni, de érdekes módon az ómagyar szavak megütötték a fülemet. Az is igaz, amit itt önnel mondott, hogy a körszámzaik és egyéb azon kívül még számos más, ami tapasztalt önnel egy későbbi előadásnak legyen majd a témája. Mert én azt hiszem, hogy erről a népről igazából lehet itt beszélni. Azonban mielőtt tovább mennénk, szeretném önöknek fölhívni a figyelmüket arra, hogy gyakorlatilag nagyon lépéscsodálatos könyv jelent meg a közelmúltban, és pedig Kindler Lászlónak a dollárból, ő Kanadában él. Ember, lélek, ősre. Filozófiai mű, ajánlom mindenkinek, meg lehet szerezni már Magyarországon, sőt itt forgalomban van, korlátozott számban hozzá lehet jutni. Nagyon tudom ajánlani, hihetetlen, szépen és bölcsen fogalmazva, tudományos módon megközelítve, mind a mellett, hogy én nekem is, ha szemtől szembe lennénk, bizonyos kérdésekben vitáim is lennének az írójában. Lehet, hogy meg tud győzni, lehet, hogy nem, de érdemes elolvasni. Hiszen olyan dolgokat ír le a vallással, a hitvilággal kapcsolatosan, tudományos köntösben, amely mű arra érdemes, hogy azok az emberek is olvassák el, akik ilyennel foglalkoznak. Tehát olyan a gondolat, akik esetleg hitvilági kérdéseknek a megvitatásában, illetve annak a feltárásában foglalkoznak. Hiszen én magam is hasznát látom ennek a kis könyvecskét, ezen kívül még számos másnak. Egy biztos, hogy egy sorozatot szeretnénk majd elindítani az ős magyar hitvilággal kapcsolatosan is. Hiszen olyan területe ez a magyarság kérdésének, amelyről igazándiból saját tapasztalatomból tudom, hogy keveset tudnak az emberek. Mi is keveset tudunk. De én úgy ítélem meg, hogy ezen a területen, amit még tudunk, az közkincsé kell tudnunk tenni. Hiszen valahogy én le is írtam az egyik anyagomba, Józsi bátyám ismeri ezt az anyagot, hogy ugyanúgy vagyunk, mint a mi hitvilágunkkal, mint a gazdag ember a pénzével. És pedig, ha elvonult egy forinton, nem érdekes, mert van másik. No, de ehhez én még hozzáteszem azt, hogy nincs olyan rakott tekér, amely egyszer lenne fogyna. És már ott tartunk, hogy a nagy legendáriumainkat,
nem ismerjük. Itt világunk olyan sarkallatos pontjait már kevésbé ismerjük, amelyről igazándiból minden egyes magyar embernek illene tudni. Gondolok itt arra, hogy a nagy legendáriumaink közül, a szalvas legendáriumok, lehozták a csillagos égről, földi halandóvá tették és egyéb. Valójában ezek az ősi legendáriumaink, ezek mind a csillagos égen játszottak le, és annak az ősi törvénynek az érvényesülésének a Földön ugyanúgy érvényesülni kell. Tehát az ősi törvénynek. Ugyanígy a Nimrod legenda. A Nimrod legendát is már elbagatellizálták, és igazándiból a Nimrod legenda hihetetlen szép. Csodálatos. Ami engem meglepett, a kurdok, hogy egy említése került a kurd kérdésben, ugyanúgy, hogy mi van. Én a kurdok között tapasztaltam azt, hogy ismerik. De nem csak, hogy ők ismerik. Kazasztánban jártam valamikor fönn a mazsaroknál, ugye milyen hasonló a nép. A mazsarok például a szarvas legendát, az ős legendájuk, az ős hitüknek tartják. Nagyon nehéz közelükbe férkőzni. Hónapok a termére megindultam, vagy megerett a nyelvem, és elmondtam, hogy kérem, mi gyávák vagyunk, mert még a magyarok az összecsapás után lenyőzték az ellenséget, mi megfutamottunk, visszamentünk. És gyávának tartják magukat. De él a legenda náluk, él a legenda, és ez egy csodálatos dolog. És azért is említettem, tehát akkor nem, már itt az a kettő nagy legendáriumot megemlítettem, akkor a harmadik nagyot is említsenek, a boldog asszony téma. A boldog asszony témáról is annyi mindent hallottam, csak egy valamit elfelejtünk. Hogy amit az égen keresünk és találunk meg, az a Földön ma is létező. A boldogasszony téma ne vegyék, mint a családnak a fogalma, a családnak a szentsége. Az anya szentsége a családon belül. Az anya, mint tűzhely szerepe a családon belül. Tehát bőven van olyan dolog, amit igazándiból meg kellene újra ismerni. Én ebben az írásomban, amit említettem, hogy a bírónak a birtokában van, ugye, hogy ő tanulmányozza át, nézze át, és beszéljük majd át ezeket a dolgokat, én gyakorlatilag ezeket azért is elemeztem, meg elemzem, mert tulajdonképpen én úgy érzem, hogy a magyarságunk, a magyar hitvilág olyan szoros tartozéka, mint a történelmi múltunk. És ez feltétlenül kell, hogy megismerjük, és erről majd fogunk a későbbiek során valamikor majd beszélni. Ez az előadás sorozat folytatódni fog tovább a videóval. Nem tudom pillanatilag megmondani, hogy mikorra, de jövő hónapban valószínűleg nem ütemezzük, de novemberi hónapban a honi visszafoglalás kérdésével fogunk majd foglalkozni. Amely sokszor már visszakérdeztek, hogy miért hol visszafoglalásként apostrofáljuk miért. Kérem szépen, tudjuk azt, hogy évezredek óta Kárpát-medencében magyari népek éltek. Tehát itt nem arról van szó, hogy a magyarok ide bejöttek akkor, amikor bejöttek, és előtte itt nem magyari nép élt. Kérem szépen. Tessék megnézni, Erdély területen több ásatás már bebizonyította, hogy gyakorlatilag évezredekkel ezelőtt nekünk templomaink voltak ezen a területen. Tessék megnézni, névetimológia szempontjából. Azt mondták, itt szlávok laktak, és a többi, és a többi. Hány szláv település találunk Magyarország területén? A nagy Magyarország területén is nyugodtan mehetjük. Elenyésző. Magyar neveket találunk. Itt említése került az Isterkami, illetve az Ister folyó, Isterkami, Esztergom születik belőle, a Balaton ugyanúgy mondhatnánk, de nem csak, ez millió egy-egy városnév, magyar hangzású és magyar. De hozzátehetem, ahol a magyarok megfordultak. Szíria területén találkoztam és jártam, hál' Istennek, Árpád városnak.
akkor Mezopotámia területén egymást írik a magyar városok. Tehát magyar nevű városok. Úr, Uru, Nippur, Tekkur, és hagyd ne soroljam tovább. Bőven van. És ha valaki ezeket a területeket bejárhatta, olyan élménnyel tud hazajönni, hogy az az hihetetlen. És erre csak azt tudom mondani, hogy hál' Istennek, hogy az Úr megadta nekem, hogy ezeket a területeket bejárhattam. És nagyon jó esik egy ilyen emberrel, mint a bíró úr is beszélgetni, és megvitatni ezeket a dolgokat, mert tényleg olyan dolgokat az egyik tapasztalatban, másik kutatás szempontjából is egyéb. Ki tudjuk cserélni a nézeteinket, tudunk olyan témákról beszélgetni, vitatkozni, amiről kevésbé lehet esetleg más témakörben. Én szeretném önöknek megköszönni a jelenlétet, és jövő héten a székely magyarokkal kapcsolatosan lesz egy előadás, dr. Kosztin Árpád barátunk fogja tartani, ő székely kérdésben, illetve erdély kérdésben szakértő, szintén számos könyve megjelent, számos nyelvre lefordították a könyveit, remélem, hogy ettől nagyobb létszámmal leszünk jelen a jövő héten. És köszönöm szépen a megjelenést, aki úgy érzi, hogy szót akart ártani a bíró úrral, most bezárjuk a foglalkozást, és akkor hiszen szabadon lehet majd a bíró úrral beszélgetni. És én befejezem, és innentől kezdve szabadon, nyugodtan lehet ezt cserélni. Köszönöm szépen a megjelenést! Búcsúként elköszönök a tisztelt nézőinktől, tisztelt hallgatóinktól. Viszontlátásra! Hölgyeim és uraim, nyugodtan lehet jönni, befejeztük már televíziós közvetítését, azért kértem, hogy lehetőleg...